7 éves koromban elkezdtem focizni az Etóba, és egészen 14 éves koromig ott is játszottam, és már úgy jártam edzésekre, hogy reggel Győr-Szentivánról betekertem biciklivel a reggeli edzésre, majd a reggeli edzés után bementem Győr belvárosába lépcsőket leugrálni, tereken biciklizni, ilyesmi, majd úgy tekertem vissza a délutáni edzésre, és akkor úgy haza. A BMX-ben nincs olyan, hogy edződ van, vagy valaki megmondja, hogy mit csinálj, ez freestyle sport, tehát itt szabad vagy. Csak külföldön versenyzem. Versenyek között valamikor hétvégente van verseny, és a két verseny között mindig hazajövök, mert itt van Győrbe a saját pályám, a saját készítési pályám, úgyhogy itt edzek folyamatosan. A 2013-as sikerek után többen kérdezték, hogy esetleg nem szeretnék külföldre költözni, vagy hogy miért nem megyek ki, hogy esetleg több lehetőségem lenne szponzorokat tekintve. El is gondolkodtam rajta, hogy mi lenne, hogyha esetleg kiköltöznék tényleg Németország, Anglia, Amerika. Úgy voltam vele, hogy nem, mert 2014-ben kezdtem elépíteni a saját pályámat, a Taylorlandet. Már akkor tudtam, hogy ezen a helyen meg fogom építeni azokat az ugratókat, amik nekem az álomugratóim, és ahol tudok fejlődni, és tudok készülni a nemzetközi versenyekre. Úgyhogy eldöntöttem, hogy nem szeretnék. És itt a családom, itt vannak a barátaim, tök jó a város, nagyon szeretek itt lakni, úgyhogy nem. Tehát maradtam Győrben. Én az életemet folyamatosan úgy élem, hogy mindig újabb és újabb célokat tűzök ki, és nekem ezt jelenti az áramlás. Tehát, hogy kitűzök egy célt, azt én valóra váltom, és utána újabb célokat tűzök ki, és mindent megteszek azért, hogy azokat is valóra váltsam. És hogyha folyamat sikerül valóra váltani, akkor ez így nagyon szépen áramlik.